A tabella második helyén zárta az elmúlt évet a Máté Szalkai női kézilabda csapat. A koronavírus járvány nem sújtotta jelentősen az együttest, ettől függetlenül maradtak el mérkőzéseik az ellenfelek érintettsége miatt. Ebben az évben eddig két meccset játszott az MMTK, a Hevesi Ese otthonában 37-25-re, majd hazai pályán a Lóci DS ellen 42-32-re győztek Drabik Péter tanítványai. A rutinos edző egy megfiatalított csapatot irányít, így még jócskán van fejlődési lehetőségük a játékosoknak. Az edzéseken az egyéni képzésre, a csapatrész képzésekre fordítunk hangsúlyt, és megpróbáljuk kialakítani azt a játékrendszert, mivel nem vagyunk nagy termetű játékosokból álló csapat, ami megfelel nekünk, ez leginkább a gyorsaság, a gyors indítások, illetve a gyors ellentámadásokat próbáljuk gyakorolni, illetve a mérkőzéseken megvalósítani. A győztes meccsek mellett a vesztes meccseken sem játszottunk alárendelt szerepet, egy-két gólon múlott az, hogy nem sikerrel hagytuk el. Talán egy gyengébb mérkőzésünk volt a debreceni, de én úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott stabil csapat vagyunk, aki folyamatosan képes jó teljesítményt nyújtani. A tabella az elmaradt meccsek miatt még nem egyenesedett ki. Jelenleg a Máté Szalka áll az élen 14 ponttal, megelőzve a szintén 14 pontos, de egy meccsel kevesebbet játszó 60-t, de a Füzesabony és a Debreceni is szorosan ott van az éllovas nyomában. Nekünk sorsdöntő mérkőzésünk lesz Füzesabonnyal, illetve Debrecennel itt Máté Szalkán. Hogyha ezeket a mérkőzéseket tudjuk hozni hazai körülmények között, esetleg már nézők előtt, ami nekünk nagyon jó lenne, mert a lányokat nagyon motiválná már végre úgy játszani, hogy valóban biztatják őket, mert akkor erre a két meccsre gondolok úgy, hogy nehezebb lesz, de minden meccs nehéz, tehát soha elég kiegyensúlyozott a mezőny, 6-7 csapat van, aki a dobogóra hajt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy senkit nem szabad lebecsülni, de mi sem hagyjuk magunkat természetesen. Mint Drabik Péter elmondta, a sikeres szereplésben fontos szerepe van a csapat mögötti biztos háttérnek is. A munkánkat az segíti leginkább, hogy biztos légkör, illetve biztos támogatást kapunk Máté Szalka városától, és ezt érzi is a csapat. Még ami a stábotban segítséget jelent az, hogy kapus edző is áll rendelkezésünkre ebben az évben, Orosz Ferenc révén, aki nagyban segíti a munkánkat, és ez látszik is a kapusok teljesítményén, hál' Istennek. A Máté Szalkai MTK legközelebb március 27-én játszik bajnoki meccset, akkor a Kazincbarcikához látogat Drabik Péter együttese.